Korán ért véget a meló. Megijesztettelek. Nem. Te kis félős. Kész van a vacsora? Mindjárt. Jól van, gyere. Semmi vész. Várj, egy kicsit maszatos az arcod. Ez akkora poén volt. Maszatos? Letöröltem? Igen, le. Akkor jó. Azta. Mit ünnepelünk? Az évfordulónkat. Csak vicceltem! Nem, boldog évfordulót! Azt hitted, hogy elfelejtettem? Nem tudom. Légy oly szíves, és csukd be a szemed. Nyújtsd ki a kezed. Oké. Nyújtsd ki. Ez egy kavics. Az Alpok egy darabja. Oda megyünk kirándulni a jövő hónapban, vagy valamikor. Van ott egy csodálatos hegy, és... Miért vágsz ilyen arcot? Mi az? Én... Mi a baj? Azt hittem, hogy megkéred a kezemet. Mel. 5 év, Carter. 5 éve vagyunk együtt, és még azt sem tudod, hogy utálok kirándulni. Jó buli lett volna. Régen rendszeresen maratonokat futottál, alig bírtam lépést tartani veled. Most viszont meg... Mi az? Unatkozom. És te is. Nem, mi... Boldogok vagyunk. Nem vagyunk azok, Jézusom. Mel, figyelj, egyszer bekötötted a szemem, és San Franciscóba vittél vacsorázni. Most viszont csak egy kis sültet csináltál. Hát... Neked! 5 éven keresztül mindenben támogattalak. Mindig az volt a legfontosabb nekem, hogy te mit akarsz. Te mit akarsz, Mel? Elegem van. A bizonytalanságból. Ha úgy látod, hogy nem vagyok olyan, mint amilyen voltam, annak talán az az oka, hogy szemlátomást nem szeretnéd komolyabb szintre emelni a kapcsolatunkat. Talán igazad van. Lehet, hogy már nincs értelme folytatni. Tessék! Mel, én ezt nem bírom tovább. Mielőtt még sajnáltatni kezded magadat, tudnod kell, hogy most belegázoltál a lelkembe. Ó, igazán? Igen. Mert még szeretlek. Mi a kedvenc színem? A kék. Tűnj innen.
végzetes edzés. Magyar hangok. Létai Dóra, Makranci Zalán, Zöld Csaba, Kelemen Kata, Fehér Tibor. Már egy hete keseregsz. A Kozmó szerint a szakítás utáni gyászidőszak akár 2,5 évig is eltarthat, úgyhogy... Hát én nem fogok 2,5 évig várakozni, és fütyülök arra, hogy mit írnak a Kozmóban. Ez guztustalan, fúj. Jót tesz, igyál még belőle. Ó, olyan csini vagy ezen a képen. De meg mindenképpen csini vagy. Köszi. De te is csodálatosan nézel ki ezeken a képeken. Gyönyörű vagy, és erős, céltudatos. Carter csak kolonc volt. Tudom. Te döntöd el, kivel akarsz lenni, nem ő, és nem is más, világos? Tudom, de igaza volt. Igaza volt. Sajnos kiégtem. Lassan már azt sem tudom, hogy ki vagyok, hogy ki voltam. Jó, lehet, hogy régen nem voltál tökéletes, de legalább akkor nem borozgatással és nosztalgiázással töltötted az éjszakákat. Ó, jó, nem bánom, pátyolgatlak egy kicsit, ha ezt szeretnéd. Elragadó vagy ezen a képen. Ki csinálta? Hát nem én. Valaki a több ezer pasi közül, aki fülig szerelmes beléd. Jó, folytasd. Figyelj, te búval bélelt szépség. Elmondom, hogy mi lesz. Felállsz a kanapéról, elrakod az albumokat, nem hallgatod tovább ezeket a szomorú számokat, és eljössz velem a konditerembe. Nem, utálok kondizni. Menj már, nem utálsz kondizni. Régen futóbajnok voltál. Igen, még a főiskolán. És a konditerem olyan, mint egy játszótér, csak unalmas. Dobd fel valamivel. Egy baráttal. Mondjuk velem. Nincs több siránkozás. Nincs több siránkozás. Egészség. Megújította a tagság. Imádni fogod ezt a helyet. Határozottan kétlem. Figyelj, ez egy exkluzív hely. Úgy érted, hogy drága? Nem, úgy értem, hogy menő. Ide járnak a gazdagok. Hello, jó napot. Egy napi jegyet kérek. Már is. Kösz. Jaj, Émi, meg sem ismertelek. Szia! Szia! Hogy vannak a gyerekek? Jól. Az jó! Ó, látom, új logótok van. Ez ezerszer jobb, mint a régi. A régi annyira gagyi volt. Ez rém gagyi. Több buli, ugye? Oké. Minden rendben, Mel? Bocs, nem akartalak megijeszteni. Honnan tudod a nevemet? A barátnőt felírta a nevedet a vendéglistára. Ó, értem. Tényleg. Trey vagyok. Személyi edző. Igazán örvendek. Én is. Na és jól megy az edzés? Jól. Jól, csak még nem vagyok hozzászokva ehhez. Amikor először idejöttem, úgy izgultam, hogy kis híján pánikrohamot kaptam. És hidd el, te jobb kondiban vagy, mint én akkor. Ó, köszönöm. Szívesen. Figyelj, nem akarom, hogy rossz benyomást keltsen a terem. Kapsz tőlem egy ingyen edzést. Nincs hátsó szándékom, nyugi. Nem is tudom. Nem kötelező. Dönts nyugodtan. Helyezkedj egy kényelembe, én meg hozok egy kis vizet. Oké. Okay. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Te jó ég! Ki volt ez? Csak egy edző. Ingyen ad nekem egy órát.
Igen, természetesen áldásomat adom rátok. Nyugodtan edz vele, kufircolj vele, menj hozzá, szűj neki. Várj, ne, hiszen csak nemrég ért véget az előző kapcsolatom. Mellesleg szerintem nem vonzódik hozzám. Oké, jó. Szerintem óriási tévedsz, figyú. Most elpályázok. Neked jó edzést kívánok! Itt van a küzdőtér. Kardiónak kitűnő. És még szórakoztató is. Ne haragudj a kérdésért, de viszél hozott az edzőtermünkbe? A fárasztóan vidám barátnőm. Ja, láttam őt. Aha, meg a hülye exem. Ó, egy szakítás. Aha. Értem, akkor igazán rád fél egy kis boxolás. Igen. Gyere, megmutatom, hogy még mi van. Még egyszer, gyerünk, menni fog. Jó, igen. Összpontosíts. Jó. Ügyes voltál. Szép munka. Kösz. És? Hogy érzed magad? Jól. Jól? Jól, meg vagyok lepve. Amikor beléptem az ajtón, nem gondoltam volna, hogy tagságot fogok vásárolni. Nem fogsz csalódni bennünk. Megígérem. Köszönöm a bátorítást. Szívesen. Kérek még egy aláírást. És kész! Gratulálok a teljes körű edzőtermi tagsághoz, Miss Barrett. Ah, hurrá! Hát ó, szia! Örülhetsz. Ugyanis feliratkoztam személyi edzésre. Klassz! És Trey lesz az edzőm. Gyönyörű. Ezt biztos sokszor hallod, de olyan ismerős vagy. Tavaly szerveztem egy jótékonysági fitness versenyt, talán onnan emlékszel rám. Arra rá kell googliznunk. Gyere be holnap reggel, hogy kidolgozhassuk a tökéletes edzésprogramot. Megígérem, hogy nem lesz túlságosan durva. Igazán örültem. Leslie. Á, igen. Viszlát. Viszlát. Szerencsés vagy. Én most annyira büszke vagyok rád. Ez csak egy konditerem bérlet, nem pedig egy buliterdi. Igen, és te belevágtál, végre csinálsz valamit, kezdesz valamit magaddal, és az edződ egy csődör. Ne legyél fura. Az lenne fura, ha nem tűnne fel. Ez csupán munkakapcsolat, úgyhogy legfeljebb testvérként tekinthetek rá. Egy atomdögös testvérként, aki nem a vérrokonod. Ja, jó. Akkor meg hívd Randira. Erős a kísértés. Mindent elkészítettem. Köszönöm, Chloe. Nagyszerű. Pihenj egy kicsit. Uh-huh. Lát valami szépet? Mi az, hogy... Igen, ez egy pompás darab. Az. Antonio Gutierrez. Fiatal, elvont művész, de egy zseni. A kép címe Báb. A durván összemosódó színek koherens képi világot képeznek, ám a kép tökéletlennek látszik. A művész direkt festette ilyenre, ugyanis szerinte a szépség... A tökéletlenségben leledzik, nem a tökéletességben. Ismeri a festőt? Na, igen. A művész egy hónappal ezelőtt végezte el az egyetemet. Ismeri a festőt, mégis hagyta, hogy áradozzak róla magának, mintha az utcáról vetődött volna be. Tényleg, az utcáról vetődtem be, de igaz, valóban ismerem. Ugyanakkor jól esett hallgatni magát. Amúgy Eden vagyok. Melissa. Melissa? Örvendek. Remélem, hogy még összefutunk itt. Én itt leszek. Ez az én galériám. Nem kell paráznod. A javadat szolgálja az összes felmérés. Nyomon követjük az eredményeket, érted? Először csinálok egy képet. Oh. Bocsi.
Ez az edzésprogram része. Előtte és utána is képet csinálunk. Nem muszáj, ha nem akarod. Kirakod a netre? Nem, beteszem egy albumba. A fiókban marad majd, senki se fogja látni. Rendben? Oké. Okay. Jó van, 2 másodperc mehet. Kész. Ennyi. Szuper. Akkor most ki kell tűznünk egy célt. Megvan már? Már kislánykorom óta arra vágyom, hogy megcsináljak egy húzóckodást. Segítség nélkül? Igen, de úgy, hogy nem csak állig húzom fel magamat, hanem csípőig kinyomom. Azaz őrszem. Nem könnyű gyakorlat. Csak az emberek kis százaléka képes végrehajtani. Értem. Hát jó, az őrszem. Jó ötlet. Na szóval, kitűztél egy remek célt. Kell majd egy határidő. Én 6 hetet javaslok. Merész terv, de megfelelő elszántsággal megvalósítható. 6 hét. Oké. Rendben, apait, anyait beleadok majd, hogy elérhessem a célomat. Biztos? Igen. Nagy cél. Örülök neki. Vágjunk bele. Jó van, na. Először is azt szeretném, hogy csinálj egy húzóckodást. Egy átlagosat. Átlagosat? Igen. Oké. Okay. Rég nem csináltál? Már vagy 10 éve. 10 éve? Igen. Jó, oké. Okay. Na, a kondigép a saját testsúlyunkat használja nehezékként. Könnyít a gyakorlatok. Könnyít? Igen. Értem, jó. Készen állsz? Hoppá, igen. Nyugi, akkor csináld. Semmi baj, ennek fájnia kell. Fájnia kell. Oké. Okay. Amikor felhúzod magad, a lapockákat húzd össze, amennyire csak lehet. Érzed? Igen. Jó, mehet. Jó. Oké, okay, jó. Na, még egyszer. Rendben? Oké. Okay. Jó. Ez így elsőre bőven jó volt. Nem fog rögtön tökéletesen menni. Nem sokára... arra is felmászol. Ne szívass, az egy felhőkarcoló. Igen, az. És meg fogod hódítani. Fili? Oh. Na, még egyszer. Okay. Húzd fel magad. Oké. Okay. Jól van. Gyerünk. Szuperhős vagyok. Jó. A cél az őrszem felhúzóckodás. Mindössze 2 részből áll. Az egyik a sima húzóckodás. Kell hozzá a biceps, a hát, meg a trapézizom. Gyerekjáték. A másik a tricepset veszi igénybe, amit tolózkodással szoktak erősíteni. Tedd le az üveget. Rendben. Vágjunk is bele. Oké. Okay. Meg is volnánk. Jól van, kezdheted. Jó, jó. Nyújtsd ki a karodat, szorítsd le a válladat. Dőj előre. Jó. Megy még egy? Igen. Igen. Jó. Jó. Nagy levegő. Nagyszerű voltál, szép munka. Igazán elégedett vagyok veled. Ezért kapsz valamit. Ez egy fitness karkötő. Kérem a kezed. Ez fantasztikus, de... Ne izgulj, ingyen jár a tagoknak, érted? Méri a pihenőidőt, az elégetett kalóriákat, a megtett távolságot, úgyhogy... parancsolj. Beállítom, ha ide adod a telódat. Ez nagyon kedves tőled. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Jöhet egy kis kardió? Van más választásom? Nem mondhatsz nemet. Akkor csináljuk. Ez a beszéd. Szia! Szia! Ennyi elég volt. Igen? Igen. Mennyit futottál? Talán 10 percet kb. 10 percet? Kb. Jól van.
Itt van a telód. Köszönöm. Nincs mit. Akkor menjünk is. Menjünk. Hey! Szia! Hogy megy a kondi? Remekül. Leslie. Szia, Trey. Felfedeztem neked egy-két helyi tehetséget. Mit szólsz ahhoz a sráchoz? Azt hiszem, Marknak hívják, és marketinges, vagy micsoda. Mark egy marketinges? Igen, Trey pedig tréner. Le kéne szólítanod. Kondizni jöttem. Ez a beszéd. Szorgalmas vagy. Köszönöm. Cseréljünk. Ezt. Erre. Köszi. Szívesen. Egy pillanat. Baj van? Ez matcha tea? Az. Nem szereted? Imádom. Régen, reggeltől estig csak ezt ittam, amikor még futni jártam. Tényleg? Komolyan, azt hittem, az egész világon csak én iszom matchát. Ízlik, ugye? Na. Oh, isteni. Finom. És milyen volt a szakítás? Nevetsz okon, de úgy gondolom, hogy neked nem lenne érdemes mesélnem róla. Au. Csak azért, mert szerintem téged még sosem dobtak. Dehogy nem, engem is dobtak. Meséljek neked róla? Mesélhetsz, de úgysem hiszem el. Jól van. Gimnazista koromban belezúgtam egy lányba. Mondta, hogy menjek érte, de amikor a házukhoz értem, egy cetli volt az ajtón, és mindössze annyi állt rajta, hogy nem. Ó, ronda gyerek lehettél. Ho-ho-ho-ho! Jó, de ne vessak. Komolyan. Jól van, jól van. Carter, azért szakított... Azt kell tudni Carterről, hogy 5 évig voltunk együtt. Mégsem ismert igazán, kicsit sem. Nem érdekelte, mit gondolok. Tudta, hogy tériszonyos vagyok, de... Azt akarta, hogy másszunk fel egy alpesi csúcsra. Az durva. Mi az? Nem túl... Támadt egy ötletem. Ó, és mi az? Van kedved kirándulni? Jaj, ne. Csak a szomszéd szobába. Nem szeretnék most egy... Ó, rendben. Gyere. Oké. Jól van. Na, az az igazság, hogy ezt későbbre tartogattam, de... Itt a ragyogó alkalom. Javíthatsz a szorítóerőn, a törzsizomzaton, és ami még fontosabb, legyőzhetsz egy félelmet. Figyelj, erősebb vagy, mint gondolod, érted? Nem kell megpróbálnod, ha nem akarod. De szeretném. Biztos. Aha. Hát jó. Csináljuk. Eddig jó? Jó. Ügyes vagy. Nem fog menni. Menni fog. Nem megy. Fel a fejjel, képes vagy rá? Menni fog, mert nem engedem, hogy lees, hallod? Fel akarsz mászni rá? Igen. Jól van, mász. Csak a hangomra figyelj, csak rám figyelj. Hiszek benned, mert nem engedem, hogy lezuhanj. Oké, jól van. Ez az. Nem kapok levegőt. Nem kapok levegőt. Nyugodj meg, Mel. Lépésről lépésre, csak így tovább. Nem látod, mert tartsa, gondolom Trey-jel edz. A másik szobában vannak. A mászófajnál? Igen, ott. Ó, vagy úgy, rendben. Sikerülni fog, mász tovább. Nem megy. Nyugalom. Sikerülni fog, hallod?
Csak a hangomra figyelj, csak az én hangomra. Jézus, gyerünk, mert menni fog. Nem megy. Nem megy. Miért működhet? Miért csatolod a biztosító kötelét? Hozd le onnan méghozzá most rögtön! Nem lehet. Hiszek benned, Mel, hallod? Muszáj felmásznia. Sikerülni fog, hiszek benned! Mász tovább, közel van a csúcs! Megy ez neked, hiszek benned! Lezuhanhattál volna. Nem, Trey tudta, hogy nem lesz baj. Biztonságban volt. Inkább csak remélte, hogy nem lesz baj. Kösz, hogy bízol bennem. Kockára tette az életed. Már bocs, de nem látod, hogy ez mekkora felelőtlenség volt? Te akartad, hogy kockáztassak többet. Igen, de okosan kell kockáztatnod. Ne csinálj buta, életveszélyes dolgokat. Ez nem butaság volt. Baromi fontos volt nekem. Tériszonyom van már születésem óta, és szerettem volna legyőzni. A létező legveszélyesebb módon. Trey végig biztatott. Ő hitt bennem. Te miért nem tudsz? Senki sem hisz benned, nálam jobban, érted? A legjobb barátom vagy. Szeretlek. Azonban szörnyen féltelek, és nem akarom, hogy bajod essen, érted? Bocs, hogy rád ijesztettem. Bocs, hogy úgy rád ripakodtam. Szép jó napot! Isten hozta! Köszönöm! Sokat merengtem a múltkori látogatásomon. Ó! Valami megbabonázott a szépségével. Szeretném megvenni. A bábot. Hogyne, rendben. Egy pillanat. A képnek a falon kell maradnia a kiállítás végéig, de szólok, hogy utána rögtön szállítsák át. Szeretnék magam érte jönni. Mert megkedveltem a galéria tulajdonosát. Jó. 15-én rendezzük a záróbulit. Ön is eljöhet. Jó lenne, de 15-én együtt vacsorázom valakivel, nem hiszem, hogy ráérek. Mikor ér véget? 10-kor. Az még belefér. Ön mikor ér rá? Szombaton ráérek. 8-kor? Az jó. Rendben. Viszlát. Viszlát. Oké. Szia, Leslie! Szia, drágám! Ne haragudj, hogy zavarlak. Nem a pasira vagyok kíváncsi, de majd mesélhetsz róla. Fogok is. Mi a helyzet? Defektet kaptam, és csúnyán el fogok késni a melóból. Megtennéd, hogy beviszel? Persze, várj csak. Jó, jó, nem gond. Istennő vagy, akkor várlak. Oké, szia. Szia. Jól van, szépen lassan le lehet pattanni a mobiltelefonomról, mert megérkeztünk. Figyelj, hálám jeléül feltörtem a telefonodat, és mindegyik kis ikomból virágot csináltam. Ó, imádom, ha vájkálsz benne. Köszönöm, kocka barátnőm. Szóra sem érdemes. És bocsika, hogy miattam elkésem. Trey biztos elnéző lesz. Na jó, szia. 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 Azt mind pakoljátok el. Szia! Okay. Ne haragudj, hogy késtem. Mi történt? Elnézést. Leslie-nek kellett egy fuvar. Defektet kapott. Mi a baj? Semmi. Lássunk munkához. Várj. Baj van? Az van, hogy láttam már ilyesmit. Amikor az ember végre a fejlődés útjára lép, az ismerősei elkezdik hátráltatni. Mindegy. Nem.
Itt szó sincs ilyesmiről. Tudom, igazad van. Ó, mielőtt nekilátnánk, hadd adjak valamit. És mi ez? Csak nyisd ki. Egy kulcs a teremhez, hogy otthon érezd magad. Szinte minden tag kap egyet, ez egyfajta hagyomány. Ez állati klassz. Köszönöm. Szívesen. Akkor kezdhetjük? Aha. Gyere! Mehet. Mondtam már, hogy elbűvölő vagy. Már mondtad. De még egyszer köszönöm. Nos, elárulnád nekem, hogy egy ilyen nagyszerű palinak miért nem volt más programja szombat estére? Igazság szerint nemrég szakítottam valakivel. Igen, és fel is akartam hagyni a randizással, de megláttalak. Akarsz mesélni róla? Nem túl érdekes sztori. A barátnőm 3 év után sem tudta, hogy milyen ember vagyok, ez van. Veled is ez volt? Igen. 5 évig tartott. Azt hitte, hogy a kék a kedvenc színem. A lila az? Akárhányszor láttalak, mindig volt rajtad valami lila ruha. Remekül éreztem magam. Én is. Köszönöm. Szép este volt. Örülnék, ha még találkoznám. Én is. Alig állsz a lábadon. Éjszakáztál? Igen, randizni voltam. Jó, még egyet. Így kell ezt. Jól van. És a randi amúgy jól sikerült? Remélem. Szombaton is találkozunk majd. Aha. Szombaton? Aha. De nem kapkodjátok el, ugye? Á, franc tudja. Ha az embernek kell valami, akkor rámoccan, igaz? Igaz. Kösz. Szívesen. Viszlát holnap. Nekem ez tetszik. Igen, erre szavazok. Lesből néztelek. Fényes nappal a munkahelyem közepén. Gratula. Mikor fogsz ma végezni? Sosem. Érkezett egy új gyűjtemény, és most áll a bál. Segíthetek? Értesz az ezüst zselatinos fényképekhez? Nem, de hozhatok hambit. Nem lehet. Diétázom. Főzök valami egészséges kaját. Valamit enned kell. Rendben. Ez sokáig eltarthat. Szuper. Hogy tanultál meg főzni? Az édesanyám még gyerekkoromban elhunyt, de megtanított főzőcskézni. Részvétem. Rendkívüli nő lehetett. Igen, az volt. Mindig megállta a helyét a konyhában, és stílusos volt, mint te. Mesélj már, mi fogott meg a szépművészetben? Hát, futó voltam a főiskolán, és kellett egy könnyű szak. Művészettörténet. Igen. Igen, de aztán megkedveltem. Úgyhogy a művész negyedbe költöztem, és vettem egy csomó fekete ruhát. Jól áll.
És aztán kaptam egy asszisztensi állást abban a félreeső galériában. Később galériavezető lettem. Nem sok mindenhez kezdhetünk egy művészettörténeti diplomával. Na jó, ha esetleg gazdag lennék, akkor gyűjtőnek állhatnék, ám nem vagyok az. De ezt nehogy sértésnek vedd. Nem veszem. Tulajdonképpen én is abból szedtem meg magam, hogy gyűjtő vagyok. Honnan volt rá pénzed? Képzeld, az apám olyan ember volt, aki csak is a kézzel fogható dolgokban hitt. Az érthető dolgokban. Nem tartotta sokra a művészetet, sem a zenét, sem a többi badarságot. Kiskoromban zongorista akartam lenni. Apa egy Forbes előfizetést adott. Én is így reagáltam. De mindegy. A halál akkor rám hagyott egy kis összeget. Vettem belőle egy korai Boldini képet. Ő nagy kedvencem. Igen? Igen. És miért folytattad a gyűjtést a halála után? Szerelmes lettem. Előlem kihűlhet. Basszus, az emlékeztető. Késni fogok. Az edzésről? Aha, az edző piszokhákl is tud lenni. Lehet, hogy majd beugrok gyúrni oda, amikor ott vagy. Megvédelek a háklistól. Az ígéret szép szó. Nem szebb a Melissánál. Ezt tetszett? Aha. Jó reggelt. Neked is. Indulnom kell. Hihetetlen, hogy képes vagy lemondani a reggeliről. Olyan erős vagy. Igen, erős vagyok. Majd hívsz? Na, na. Talizunk? De mennyire? Nem tudsz lerázni ilyen könnyen. Ne gyúrj túl sokat. Igen, te a tökéletlenség szépségében hiszel. Hé, Melissa. Tökéletes vagy. Hogy ide jöttél? Nem érkeztél meg időben, úgyhogy arra gondoltam, hogy elkísérlek. Oké. Jó lesz? Jó. Jó. Menjünk. Jó. Ja, tessék. Neked csináltam. Köszönöm. Szívesen. Várj, Melissa, a mobilod. Köszi. Adam, ő itt Trey. Trey, ő itt Adam.
Ja, igen. Már mesélt rólad. Örvendek. Részemről a szerencse. Nekem is mennem kell. Bezártam az ajtót. Jó kondizást. Kösz. Örülök, hogy találkoztunk. Ja, én is. Vigyázz rá, légy szíves. Mehetünk? Induljunk. Bocsi, folyton csak Edemről beszélek. Mozogj, lelassultál, futás. Bocsi. Nem az a legjobb benne, hogy hihetetlenül jóképű, vagy hogy tanult, művelt ember, az a ilyen emberrel még nem találkoztam. Kicsit fokozzuk a tempót. Oké, oké. Futás, futás! Oké. Szaporám. És tud főzni. Fenomenális, szakács. Fenomenális. Folytasd, mozog ásványvizet. Oké. Örülök, hogy megismerkedtetek. Én is. Olyan... Szédülök. Szédülök. Mel, hallasz engem? Magadhoz tértél. Ébresztő angyalom. Jól van. Lassan, lassan. Ide cipeltél? Hát persze. Megrémültem, amikor elájultál. Bocsánat. Ezért nem kell bocsánatot kérned. Előfordul, hogy... a siker felé vezető úton akadályba ütközünk. Jobban érzed magad? Aha, igen, most már sokkal jobban vagyok. Oké. Hé, nem fogom engedni, hogy bántódásod essen. Sosem. Érted? Jól van. Jól van, akkor... pihenj még egy percet, és hozok még egy kis borogatást. Rendben. Ügyes vagy. Elájultál? Aha. Hát, megártott a sok edzés, meg az ágytorna. Na, hogy van a művész lélek? Kicsit fura, hogy nem hívott fel már, vagy... Mióta? Egy órája? Nem, már régebb óta, kb... Olyan vak tudsz lenni, ha a hódolóidról van szó. Milyen hódolókról? A főiskolán az egész atléta csapat utána csorgatta a nyálát. Imádott az összes festőszakos. Ja, és volt még egy hapsi. Kiküldte azt a sok... szívet. Tudod, a szíveket. Mi van? A papírszíves gyerek. Emlékszel rá, olyan fura volt, szégyellős. És pufok. Hogy hívták a srácot? Nem emlékszem, nem tudom. Tessék! Állandóan szív alakú cetliket csúsztatott be az ajtó alatt, nap mint nap. Hihetetlen, hogy nem is emlékszel rá. Indulnom kell.
Miért? Korán van még. Figyi, vacsorát kell csinálnom, utána órákig katalogizálom az új képeket, és aztán reggel megyek edzeni, úgyhogy érted? Egy edzést nyugodtan kihagyhatsz. Mi az? Ne mondd ezt, muszáj edzenem. Istenem, a rögeszméd lett a kondizás. Neked meg az a rögeszméd, hogy hátráltatsz. Tessék, eleve én vittelek először kondizni, ha nem emlékeznél. Igen, emlékszem. Újra jó paszban vagyok, randizom, erre irigykedni kezdesz. Ez most komoly? Hogy mondhatsz egyáltalán ilyesmit? Képtelen vagy megérteni, hogy fontos az edzés. Te pedig képtelen vagy megérteni, hogy nem az edzésed körül forog az életem. Trey mondta, hogy ez lesz belőle. Ja, Trey mondta? Az a Trey, aki a házad körül ólálkodik, mint egy kukkoló? Ja, és te persze inkább ráhallgatsz, nem a barátnődre. Tök logikus. Szia! Szia! Korábban jöttél. Még van egy kis papírmunkám. Á, megvárlak. Eltennéd a mobilomat? Hát persze. Mindjárt jövök. Kösz. Szívesen. Áll, mint mondtam. Képzeld azt, hogy magadhoz húzod a rudat. Amikor felérsz, nyomd ki. Rendben? Nyomd ki magad lendületből. De szép a kilátás. Imádni fogod. A jó munkához idő kell, Mel. Minden rendben? Mhm. Sikerülni fog, hidd el. Ne izgulj. Nem, csak nem ez a baj. Összevesztem Leslie-vel. Azzal vádoltam, hogy direkt hátráltat. És így van? Nem tudom. Végül is mindig mellettem állt. Nem tudom. Segített a szakítás után. Meg, ha magad alatt voltál. Aha. Igen. Végre formába lendültél, találtál egy pasit. Edemet. Igen. Ja, Edemet. Duzzadsz az erőtől újabban. Az ember mindig azt szeretné, hogy a barátja is sikeres legyen. De azt nem, hogy nála is sikeresebb. Azt javaslom, hogy egy napig tarts távol magad Leslie-től. Rendben. Hát, ha jót tesz majd. Bíz bennem. Trey, egy vendég vár az előtérben. Trey, fáradj az előtérben. Talán Edem az. Szevasz! Hello! Trey, ugye? Aha. Fáradj be!
Csukd be az ajtót. Bocs, de nincs időm csevegni, éppen gyúrok. Jó, jó, semmi gond. Korán van még. Mi szél hozott? Melhez jöttem, itt van? Nincs. Nem is vagytok nyitva? Nem. Fél óra múlva nyitunk. De Melnek van kulcsa. Jó, hát azt írta, hogy itt találkozunk, de... Talán elfelejtette. Jó, lehet. Képtelen vagyok elérni. Szóljak neki, hogy erre jártál? Jó lenne, azt megköszönném. Jó. Akkor én elpályázok. Tudod, miért szeretek kondizni? Ez egy tudomány. Számtan. Matek. Ha az ember rászánja magát, ha elég motivált, akkor bármit elérhet. Nem számít, minek született. Itt a tökéletesség, matematikai bizonyosság. Hogyne. Hallom, te inkább művész lélek vagy. Igen, az. Tolunk egy szuperszettet? Jó. Nem bánom. Ne. Hagyd rajta. Segítek. Jó. Bedobok egy kis zenét. Nem hallottalak. Barom. Kezdhetjük? Uh-huh. Jó van. Jó. Na, arra mindig készülj fel, hogy a támadó alig, ha nem nagyobb lesz nálad. Rendben. Oké. Okay. Akkor állj terpezbe. Válszélesség. Okay. Jó. Milyen érzés? Jó, jó érzés. Jó, rendben. A karomat a torkod alá helyezzem. Rendben? Hátra a csípőt. Ez az. Figyelned kell rá, hogy minél közelebb legyél a támadóhoz. Így nem tudja megvédeni magát tőled. A másik karommal átkulcsolom a vállad. Megfogom a tarkódat. És leszorítalak. Jó. Csak egy kósza tincs. Jó, ügyes vagy. Na, a tarkódra csúsztatom a kezemet, érted? Aha. Oké, okay, jó. Ezzel a karral, ezzel ragad meg a tarkómat. Jó.
Ezt követően óvatosan megfordulsz. Értem. Jó, felfogtam. Valami baj van? Gond van Leslie-vel? Nem, nem beszéltem vele. Helyes. Adam nem telefonált. Biztos felhív. Figyú, ha nem hív fel, akkor hülye. Még egy gyakorlat? Nem sértődsz meg, ha már a... befejeznénk? Nem. Dehogy is. Szia, öcsi. Ja, ráérek, segít. Halló? 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 Ki maga? Adam? Szia! Mára nem terveztünk edzést. Külön órát szeretnél? Nem. Gondolkodtam egy kicsit, és egy időre szeretnék felhagyni az edzéssel. Csináljunk egy végső mérlegelést. Csupán végzünk egy felmérést, hogy lássuk, hogy állsz. 5 perc az egész. Jó. Oké. Okay. Bezárom, hogy ne zavarjanak. Hogy telt a hétvége? Remekül. Jól. Jól el voltál? Rendesen eszel? Mint mindig. Híztál 1/2 kilót. Szeded a táplálék kiegészítőket? Igen. Tegnap elfelejtettem, dolgoztam. Nem. Tudod, hogy mi történik a testünkkel, ha egy percre is elhanyagoljuk? Csak 1/2 kiló. Tökéletlenség. Most inkább megyek. Ne várj! Bocsáss meg! Kérlek! Hiszek benned, el tudod érni a tökéletességet. Olyan közel vagy hozzá. Pihennem kell. Engedd ki, Trey! Nem! Ezt nem hagyom annyiban. Érted? Ha most felhagysz az edzésen, az nagyon veszélyes lehet. Félre az útból.
Segítened kell. Oké, rendben. Köszönöm, hogy segítettél tegnap este, Leslie. És köszönöm, hogy meghívták ajánlni, mert... Carter, te hogy kerülsz ide? Elviszem az itt maradt cuccaimat. Hű, te csodásan nézel ki. Kösz. Miért nem hívtál fel? Azt hittem, hogy dolgozol. Az a nagy helyzet, hogy tegnap este valaki betört a galériába, és szétverte az egész helyet, úgyhogy... Együttérzésem. Kösz. Feljelentést tettem, és szóltam a biztosítónak, de semmit sem tehetek, amíg zajlik a takarítás. Ja, értem. Aha. Elkérném a lakáskulcsot. Adom, adom. Most egyedül vagy? Igen. Kivel legyek? Hát az új pasiddal. Tudom, hogy nem te üzentél. Most meg miről beszélsz? Az elmebeteg pasidról. Az is lehet, hogy szóba sem kéne állnom veled. De most kire célzol? Edemre? Nem tudom a nevét. Kemény dolgokat írogatott. Például? Vagy azt írta, hogy megszabadít bizonyos testrészektől, vagy azt, hogy hagyjalak békén. Tessék! Figyelj el. Örülök, hogy láttalak, és káprázatosan nézel ki. De ha az a beteg állat még egy üzenetet küld, szólok a rendőrségnek. Carter, várj! Szia! Carter? Leslie. Mit keresett itt? Bújj be. Azt mondja, hogy fenyegetőző üzeneteket kapott tőlem, de nem én küldtem őket. Semmit sem küldtem. Mel, az a szerencsét, hogy zseni vagyok, ha számítógépekről van szó. Szerencsés vagyok. Ha sokat mondogatom, talán el is hiszem. Há-há. Jól van. Ó, basszus. Na hát. Hol a fészkes fenében van a laptopod? Alatta. Jól van, megvan. Hát jó. Na jó. Tehát, valaki üzeneteket írogatott Carternek. Én leleplezem. Hagyd alkotni a mestert. Nem jut eszembe Carter száma. Kitöröltem az emlékezetemből, amikor dobott. Én is. Bingo! Gyere, nézd meg. Ó, ezt hogy csináltad? Kész varázslat. Á, ez csak számítástudomány. Azaz, igen, varázslat. Ez amúgy legális? Ó, Jesszus. Na jó, tehát mik ezek? A Carternek írt üzenetek. Ez a leghosszabb. Nagyon beteg, és vagy több tucat hasonló üzenetet küldtek ugyanarról a számról. Honnan? Tőled? Hát ez furcsa. Ki fért hozzá a telefonodhoz? Senki. Szerintem mindig zárolom, akárhová megyek is. Ötlet? Adam. Jól van, hívjuk fel. Oké, de te hívd fel, mert amikor én próbálom, akkor megszakad. Nem tudom, mi a baj, és... Le vagy tiltva. Tessék? Letiltott téged. Ennek semmi értelme. Figyelj, elhiszem, hogy jó voltál az ágyban, de akkor is letiltott. De hiszen... De ha nem akar tőlem semmit, akkor... Hű. De akkor... Miért küld üzeneteket Carternek a telefonomról? Tudom, nem szereted, amikor a konditerem csodaedzőjét kóstolgatom, de... Ő is hozzáfért a telódhoz. Jó, az egy dolog, hogy Trey furán viselkedik, sőt, írtó furán, de... Emellett...
Segített rajtam? Nem. Önmagadon segítettél. Na jó. Mi lenne, ha elugranánk a konditerembe, és kikémlelnénk a terepet, ha? Bakker! Nem lehet, ma este lesz a záró kiállítás. Muszáj a galériában lenne, mert valamit a rongálások után is össze kell hoznunk. Megtartjátok? Meg hát, muszáj. Tudod, mennyi pénz buknék rajta? Jogos, jogos, rendben. Amíg te a záró kiállításra készülsz, én szaglászom egy kicsit a konditeremben, és aztán este majd találkozunk a záróbulin. Oké. És még egy dolog... Most mit írsz? A hátsó ajtós IP-keresés lépéseit. Kis millió üzenetet küldött a tettes, úgyhogy nyilván nem csak a telefonodat használta. Ha egy számítógépes programot használt, és nem egy virtuális magánhálózaton keresztül csatlakozott rá, lenyomozhatod. Oké, ez nekem kínaiul van, de köszi. Szuper. Ja, és nem. Ez nem legális. Figyelj, tudom, hogy nem sokára zártok, de megoldható, hogy szaunázzak egyet. Mm-hmm. Gyorsan. Kösz. Menj csak haza. Jó. Majd én bezárok. Oké. Okay. Volt ezt nekem bevállalnom. Nézd már! A saját fényképe virít az asztalán. Jól van, Trey, mit rejtegetsz? Pirulák stint. Jól van. Mi van még itt? Lássuk. Bingo. Nézzük, uncsi. Oh. Röntgenkép, uncsi, uncsi. No csak. A nem jóját. Jó. Oké. Okay. Ó. Oh. Trey? Szóval Trey volt haspók? Az a kedvencem. Jó. Jó. Nagyon örvendtem. Néha Leslie-t hívtad. Hogy üzenetet? Leslie, merre vagy? Hívj fel. Viszlát. Na. Vedd fel. Néha Leslie-t hívtad. Próbáljuk meg. Hátsó ajtós IP-keresés.
Itt van az IP cím. A kondi. Hűha, furcsa. Fitness aktivitás mérő. Mel! Melissa! Hey, Melissa! Leslie, itt vagy? Leslie? Nem. Baszki, a francba. Leslie, kiszabadítalak. Jól van. Nyíj ki! Leslie! Semmi baj. Semmi baj. Jaj, ne. Ne. Jaj. Jól van. Gyerünk végre. Kérem, küldjenek mentőt. És rendőröket. Mondjon egy címet, kérem. Igen, már is mondom. Halló, hölgyem. Ott van még? Halló? Hall-e még engem, de sikerült bemérnünk a címet. A mentősök és a rendőrök már úton vannak.
Ed? Ezt itt hagytad? Mi az? Nem. Mi a baj? Miért félsz tőlem ennyire? Ülj le! Nem. Kényszerített, hogy feküdj le vele. Kényszerített. De én majd bosszút állok rajta. Kérlek, ülj le! Drága Mel, nem engedem, hogy bántsanak téged. Senkinek sem. Én voltam a titkos hódolód. Szerelmesek voltunk. A főiskolán, emlékszel? Csak hogy te nem akartál velem lenni. Én meg... Nos... Nem voltunk tökéletesek. Most azok vagyunk. Elfelős vagy! Mindig is szégyellős voltál. Hé, minden rendben. El sem tudnád képzelni, hogy milyen magányos voltam. Évekig álmodoztam rólad. Azonban csak akkor lehetünk együtt. Nincsenek mások. Soha! Miért kell így akadékoskodnod? Hát jó, mert te tudod. Visszamegyek Edemhez. Azt hiszed, hogy Mel a tiéd lehet? A mi szerelmünk erősebb. Úgy szeretem, hogy majd megdöglök érte. Az ígéret szép. Vége. Fel tudsz állni? Igen, azt hiszem. Frank, állj fel. Jól van, jól van, semmi baj. Semmi baj, semmi baj. Gyere, semmi baj. Semmi baj. Fuss! Melissa. Örökre. Az
Idők végezeték, amíg világ a világ. Ssss, nyugi, nyugi, semmi van. Szállj le rólam! Többször is említettem, de pompásan sikerült a renoválás. Szinte nyoma sem maradt a vandálpusztításnak. Ó, köszönöm, tudom. Ugyanakkor ti is rendesen kitettetek magatokért. Hála neked, olyan riasztó rendszerünk van, mint egy kormányépületben. No, hízik a májam. Mm-hmm. Hallom, hogy Trey 5 évet kapott. Inkább ne beszéljünk Treyről. Rendben. Hagyjuk, felejtős. Ígyunk rád és a csodaszép galériádra. Csirió. Csirió. Szia, édesem. Szia, szépség. Hoztam virágot. Köszönöm. Behoztam a postát is. Köszönöm. Hoppá. Felveszem. Ez micsoda? Rá se ráncs. Minden nap küld egyet. És ez nem aggaszt? Egy kicsit sem. Thank you.